És most hív anya, hogy teregessek. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó megint egy barangolás videó lesz, viszont ma új kontinensre látogatunk el, mégpedig Ázsiába. Igen, elindítom a barangolás Ázsiában videósorozatot is. Sajnos majd pont hús kihívást nem tudtam hozzá készíteni, egyéb okokból, majd később egyszer csak lehet lesz hozzá. Viszont vannak könyveim, amik jók Ázsiához, úgyhogy videóban el tudom indítani. Az első könyv, amit ehhez a barangolás Ázsiábanhoz fogok tudni hozni, az a BookTube könyvklub miatt lehetséges, mint hogy a májusi téma az barangolás Ázsiában volt. És ebben a körben, amit végül én olvastam könyvet, az dél-koreai szerzőtől volt, Hong Kong-tól, remélem így kell kimondani, erre pont nem googliztam rá, a Nemes Teremtmények. Ez a könyv egy nagyon nehéz témát dolgoz fel. Hát alapvetően történelmi regény, tehát valós események alapján íródott, és végül is egy tüntetés utáni tömegmészárlásról szól. Ami szuper vidám téma, de hát sajnos ilyenek történnek még ma is, ami elkeserítő gondolat. Gyakorlatilag hát több szemszögből, több időben mutatja be az eseményeket az írónő, és gyakorlatilag egy személy köré épül fel a cselekmény, mert végül is minden egyéb szemszög valahogy kapcsolódik ahhoz a személyhez, aki az első fejezetnek a főszereplője, úgymond. Igazából ez a kötet az akkori eseményeket elég szókimondóan leírja, tehát voltak részek, amiknél így le kellett tennem, hogy jó, akkor most nem tudom, megnézem a kertet, mert attól boldog leszek, mert ettől a könyvtől nem leszek boldog. Nagyon nehéz dolgom van ennek a könyvnek az értékelésével, mert nyilván ennek a sztoriát nem lehet azt mondani, hogy tetszett vagy nem tetszett, mert megtörtént. Nem tetszik a tény, hogy megtörtént, de hát nem lehet vele mit csinálni. A helyzet az, hogy viszont nekem az írói stílus nem jött be. És ezért értékeltem alacsonyabbra ezt a könyvet, szóval nem az eseményeket minősítettem, mielőtt bárki azt hinné, nem, én a stílusát minősítettem ennek a könyvnek, nekem nem jött át. Ezzel nem tudok mit csinálni, egyébként ületem nem csak én voltam ezzel, így legalábbis moly.hu-n, ahogy nézegettem, valakinek vagy nagyon-nagyon bejött a szerzőnő stílusa, vagy nagyon nem, én az utóbbi vagyok. A végére megtudtam egyébként, először olvassátok el a jegyzetet, ami itt a végén van, mert akkor ad egy kis mankót az angol fejezet címekkel, amikben segítettek az angoloknak, hogy mi történik egy-egy fejezetben. A magyar verzióban csak a végén, és nyilván nem olvastam el a végét előre. De ez csak ilyen plusz jegyzet, szóval elolvashattam volna. Szóval nekem az volt a legnagyobb problémám ennek a könyvnek az olvasása során, hogy minden fejezet elején próbáltam rájönni, hogy kinek a szemszögéből vagyunk, mikor, és mit csinál. Az egész fejezeten keresztül kb. Ami engem nagyon ki tudott zökkenteni az olvasásból magából, az az egyes szem második személyű elbeszélő mód, amivel szerintem én még könyvben nem találkoztam, így, hogy tényleg aktívan az egész fejezet ebben a személyben lett volna írva. És hihetetlen módon zavart. Értem én, hogy miért így lett írva, de engem nagyon kizökkentett, és így körülbelül onnantól a kapcsolatom ezzel a könyvvel megromlott. Ráadásul voltak fejezetek, amiket nem így írtak, nem ebben a stílusban, meg sokszor fejezetem belül ugye, ahogy meséltük a történetet, tehát nem lineárisan voltak a dolgok, hanem így még fejezeten belül is össze-vissza, és mivel így nem voltak egyéb magyarázatok, tehát hogy gyakorlatilag úgy kellett kiszemezni az információ morzsákat a szövegből, így azzal voltam elfoglalva, hogy összetegyem, hogy hol vagyunk, és mikor vagyunk, és most épp ki vagyunk, és nem azzal, hogy kvázi mi történik, vagy mit ír le az írónő. És ez eléggé rontotta az olvasási élményem.
Szóval én nem azt akarom mondani, hogy ez a könyv, ami ez a könyv, az rossz lenne, mert emléket állít egy olyan dolognak, amit nem kéne elfelejteni. Ami brutális, és nem kéne, hogy újra megtörténjen. Bár sajnos hasonló dolgok továbbra is történnek a világban, csak nem feltétlenül tud róla az ember. Szóval nekem ez a helyzetem ezzel a könyvvel. Lesz belőle BookTube könyvklubos kibeszélő is. Még nem tudom, kinek a csatornája, amikor ezt a videót fölveszem, vagy mikor. De valószínűleg meg fog történni, mire ez a videó kimegy, úgyhogy majd ide be lesz linkelve. Megrázó eseményeket adott nekem, vagy hát mutatott be nekem, de egyszerűen nem tudtam azokkal foglalkozni, annyira zavart a stílus. Alapvetően egy ilyen könyv sokkal jobban megrázott volna, és sokkal depressziósabb hangulatba kerültem volna. Nem kerültem, mert mint mondtam már sokszor, nem tudtam egyszerűen arra koncentrálni. A szörnyűségekre, hanem arra koncentráltam, hogy nem tudom, hogy hol vagyunk. Ettől függetlenül egyébként, tehát nem volt olyan borzasztóan rossz az élmény, tehát hogy nem egy ilyen egycsillagos olvasás volt, hanem 3,5, amit idén nagyon sok könyvnek adtam, tehát hogy az alapvetően teljesen jó értékelés még szerintem. De tudom, ez ugye mindenkinek szubjektív, hogy hány csillagtól gondol jónak valamit, és hány csillagtól nem. A 3,5 és a 4 között vaciláltam, de aztán csak 3,5 lett. Igazából Goodreads-en is elég vegyes volt ennek a kötetnek a fogadtatása, szóval azért nem érzem egyedül magam így azzal a véleményemmel, hogy nekem nem jött be az írásmód, és ez nem szippantott bele a kötetbe. Igen, ezt a kifejezést kerestem az egész... Ezt a kifejezést kerestem az egész videó alatt, nem szippantott be. Sikerült. 10 perc után rájöttem. Jó vagyok. Szóval nagyjából akkor indul a barangolás. Ázsiában vannak más könyveim is hozzá. Kindle-on főleg, de nem baj, úgyis teljesen jók lesznek. És egyébként az ázsiai körhöz, amiket összeválogattam könyvek, azok nagyon hasonló témájuk lesznek, mint ez a nemes teremtmények. Szóval hasonlóak lesznek, úgyhogy még lesz pár ilyen depis köröm valószínűleg. Szóval indul a barangolás Ázsiában is. Nem akartam túlvállalni magam, hogy egyszerre több barangolást futtassak, de muszáj, mert nem olvasok egyszerűen elég gyorsan ahhoz, hogy egy-egy kontinenst le tudjak. Úgyhogy egyszerre fogok 3,5-ét futtatni. Sőt, van egy afrikai könyvem is. Úgyhogy lehet, hogy egy belátható időn belül azzal is elindulok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!